128-as ének. Benéz a nap a templomablakon, átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat ved a padsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva a szép mozaik templomablakot, a 12 sugárzó alakot. Aztán kérdez, legrosszabbkor talán, megkérdi, kik azok édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdezőt súgva, hirtelen egyetlen szóval csendesíti el, keresztények! S folytatódik az ige hirdetés, szól az orgona, zeng az ének. Gyerekek! Vetődik fel hittanórán néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztények? Ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy igyekezettel töri a fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar újra alig ha kap. A keresztények olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki igaz felelet? Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap? Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem. Ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tova tűnő évek alatt. Átragyog-e, átsüt-e rajtad? Átragyog-e rajtam a nap? Turmezei Erzsébet, váltság. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt, egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek, kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. És gyűlöletből ácsolt kemény keresztet hordott, hogy mi szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk. Váltság. S ha nekünk mégis vannak sebeink, mélységes mélyek,
be nem gyógyulok. Behegedők, megint kiújulok, véres, halálos, szörnyű sebeink, s ha másoknak nem áldás vagyunk, nem úgy járunk, élünk idelen, hogy aki lát, azt mondja kegyelem. Ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát, és esünk, bukunk, botlunk végtelen, akarva akaratlanul, s olyan halálos holt az életünk, mintha temető volna a lelkünk, halálfuvalma a lehelletünk. Ha gyűlölködünk, és nem szeretünk, ítélet. Nem volna váltság, nem lenne ítélet. Akkor élnénk, ahogy lehet. Sebekkel, kínzó fekélyekkel telten, bűnünk hordozva, rabul, leteperten. S nem lenne, aki ítéletre vonná, ami halálos, átokvert utunk, ha egyszer másként nem tudunk. Élnénk, ahogy lehet. Tisztaság, szentség, áldás, szeretet, örök elérhetetlenül tündökölnének létünk felett. De most olyan elérhető közel, olyan hívogatóan tündökölnek. Miénk lehet a tisztaság, a szent, a halálon, poklon diadalmas élet. Van váltság, s van, ha nem fogadjuk el, ítélet. Feltámadt. Egy édes titkom van nekem, fénnyel tölti be életem, mosolyra nyitja számat, a megváltó feltámad. Nem, nem maradt a sírról én, újjongok az örömtől én, hisz nem vagyok már árva, nincs többé sírba zárva. Velem van nappal, éjjelen, mindig velem, mindig velem. Az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti, tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat, a megváltó feltámadt. Egy út vezet csak égre. Keskeny palló, örvénylő ár fele, sötét, mélységes szakadékon áll, oda döntve egyetlen út gyanán két összeront hatalmas szálba, mint kereszt. A szakadék szélén egymás után lépnek elő a vándorok. A túlsó partról érkező sugár megvilágítja halvány arcukat. A mélységtől mindenki visszaborzad, remekben hátrál, hív után kutat, s aztán remekben nézi a keresztet, az egyetlen. Hol a jót tettek az érdemek fénylő, tarkaszívű szivárvány hígjai? Lelkek bolyognak a félelmes parton, s faggatják az öröklét titkait. Sikoltó sírással hidat keresnek, s nem találnak sehol, csak keresztet. Kereszt. Kereszt. Nem ismerősnek? Lent tele volt vele az életük. Találkoztak minden nap szüntelen. Állt úton útfele, templomok tornyán égre csillogott, sötéten állt minden oltáron ott, és határszéleken hárvánkodott. Oda tűzték a magányos tetőre, ezer szám őködött a temetőre, ó, még ékszert is csináltam belőle, és olyan megszokott lett, megszokott. És most mégsem mernek megindulni rajta, hogy átjussanak a fénylő biztos partra, úgy rettegik a megszokott keresztet, sikoltó sírással hidat keresnek, és az az egyetlen út a túlsó partra nekik gúr, nekik ítélet jele, mert oda lett nem törődtek vele. De az a gyermek, mintha nem is félne, mosolygó arccal odalép a szélre, s a nagy kereszten úgy indul a lába, mint a Isten mentő kezén járna. És az az asszony, nem szépül át? Magányos hídon nincsen korlát. Nem, még oda lent pusztaságokon jár, kereszt vezette, kereszt támogatta, biztosra lépte, bármi üvölt a gyilkos ár alatta. Remegő térdel megindulna más is. Most jó volna a kereszt menedékül, de megint s a titkos mély beszélünk.
szívünk, és meghűl a vérünk, mert aszerint vár ránk kegyelem, ítélet, hogy lent a kereszt lelkünknek mi vélet, a szédítő, kavargó ár felett, sötét, mélységes szakadékon át, oda döntve egyetlen út gyanánt vár ránk a kereszt. Én helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, és ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt, és akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt. Az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni és simogatni vágytam. Haladni csendesen, ahogy ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba, a Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem, ez a szó zengi át az életem, napfény gyanánt ezt tündököl felettem, és ez nyitja meg a mennyet is meg. Ki az, kizörget, kérdik majd. Barabás. Aki helyett a Krisztus vérezett. És kitárják akkor újjongó örömmel a gyöngy kaput fehér angyal kezek. Csodákra emlékezni jó. Határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni, jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, s javunkra szolgált, minden tette, csodákra emlékezni. Jó, látni, hogy át viharon vészen, hű mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó, határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen. Csodákra emlékezni, jó, messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást. Csodákra emlékezni, jó, s hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó. Magánbirodalma. Az évet Isten műhelyében. Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében, kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkának nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Datos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most se késő.
Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárad, odaadni értem és odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, ki annyi büszke lelket, szeretetével örökre bulejtett, sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom. Túrmezei Erzsébet verse. Egy himnuszt hallok, elnémíthatatlan, századokon át, új meg új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen, nem is ő énekel, a kegyelem. Az egész földről láthatatlan karban száll ég felé a csodálatos dallam, és a fül fenséges harmóniát hall. Figyelj, hitáltal! Hitáltal, hitáltal. A szüleimnek hetedik gyermeke voltam. Akkor édesanyámmal három leánygyermeket temetett el, és hogy ne örültek volna, hogy megint született egy kislány, a hetedik gyermek, akinek a bölcsőjébe aztán beletette Isten azt a ajándékot, amit édesanyám még versenyességgel Miklán ért valamikor leánykorában, akkor sokszor ő szívesen amellett a szép kirelmi mellett, és mindenféle szép gondolatot nálam nem tudtak kifejezni. Volt, ahol tíz fölé vittem volna valakinek, a szóval nem jobb lett. Valamihez viszonyítsa, amíg mondtam. Akkor még egyszer is így van, tehát a 9 pont, igaz? 7, 8, 8, 5. A zsűri elnökkel. Akkor aranyosok kaptak egyet kazettát. Akkor az aranyosokhoz tegyük oda a egyet kazettát, akkor van 5. 5 aranyos van? Nem, az egyik izét kap könyvet. Az... Ezt az újszövetségben van. Azt van. Igazán nagy feladat elé állították a illusztri zsűrit, azok a testvérek, akik vállalták azt, hogy a Túrmezei Erzsébetre emlékezve egy-egy verset mondanak el a ünnepélyünkön a gyülekezet színe előtt. Mindenekelőtt nekik köszönjük, hogy ilyen sok örömet szereztek nekünk, akik hallgathattuk őket, és fölidézhettük magunkban, mint ahogy most ez a film felidézte Túrmezei Erzsébet testvérünket. Hadd valljam meg a koromat. Éppen konfirmáltam, amikor a Fasori Evangélikus Gyülekezet konfirmandus körében Gáncs Aladár, a Fébé akkori lelkésze bemutatott egy fiatal egyetemistát, diakonissza jelöltött, és néhány versét elmondta nekünk akkor még Belák Erzsébet. Ezután 4 esztendő telt el, vagy talán 5, és itt Pesterzsébeten, mint első éves teológus hallgattam Erzsébet testvérnek a Biblia óráját és a tanúság tételét. És azt hiszem, hogy ahogy azok a Biblia órák a szív hangja voltak, így születtek meg az énekek, a versek, amiket most elmondtak a testvérek is, a szív hangján, a szeretet hangján. És hadd kívánjuk az minden testvérünknek, szavalóknak és hallgatóknak, hogy ezt a meleg, szeretetteljes szívhangot vigyék tovább és adják a gyülekezetben, a családjukban és az emberek között tovább. Hadd említsük meg, hogy nehéz volt a zsűrinek a döntése, és így nagy viaskodás után döntöttük el a helyezéseket.
hadd adjuk át mostan a testvéreknek a jutalmat, ajándékot és emléklapot. Kedves testvérek, úgy beszélte meg a zsűri összetétele, hogy a három kategória arany, ezüst és bronz kategória. A legkisebbekkel kezdenék. Rib Flóra arany díjat kapott, aki részt vett a Pest Erzsébeti Evangélikus Templomban. Hadd nézem végig egész közösséget, és adok hálát Istennek azért, hogy megengedte, hogy eljöttem ide 84 és fél éves létemre, és régi idők óta nyugdíjas pedagógus vagyok, és Erzsébet testvérrel 1936 óta voltam kapcsolatban. Életem nagy sorsdöntő pillanata volt az, amikor később férjem megkérte szüleimtől kezemet, és nem szívesen adtuk oda, nagy különbség volt közöttünk. Ő neki csak 4 polgárja volt, én pedig főiskolát végzett tanár voltam. És akkor az úr elé vittem, akit már harmadikos elemistakorom óta a vasárnapiskolában, óvodán megismertem, és azt mondta, írta nekem Erzsébet testvér, szíved nyugalmán kell megtapasztalnod azt, hogy jól választottál-e. És úgy választottam, Isten kegyelméből 53 évig éltünk együtt, 4 gyermekünk van, és most eljöttem ide, hogy bizonságot tegyek arról, hogy mint pedagógus. Nagyon sokszor volt alkalmam szolgálni Erzsébet testvér verseivel, kezdve a pedagógus napokon, a temetéseken is szerették a verseket, és hát én most itt állok előttetek így, de mondták a gyerekeim, hogy ne sokat beszéljek. De nekem ezt el kell mondanom. Mert én, ha elkezdek mondani verset, akkor nem szoktam egynél megállni. De most meg fogok állni. Jó akarok lenni. Tehát azt szeretném mondani nektek, a mai világban, amikor annyira
gépiessé vált az élet is rohanóvá, olyan nagyon hiányzik belőle a szépség, az érzelmek megnyilatkoztatása, tehát arra kell törekednünk. A múlt hetekben volt egy pedagógus nyilatkozata a napközben műsorban, aki magyar szakos volt, és azt mondta, hogy az ifjúság minél több verset kell tanítani, hogy ebben a számítógépes világban, ebben nincsen nagyon kevés az érzelem, tudjanak szépen, szép dolgokat kifejezni és beszélni. Hát én most azért jöttem, hogy ezt mind nektek elmondjam, és elmondjam azt például, hogy 2 éve Turkevén, ahol tanítottam 11 évig, és szórványgyülekezet voltunk, és Erzsébet testvér evangelizált, és azok a gyerekek, akik jöttek az 50 éves találkozóra, bizonyságot tettek arról, hogy a nehéz időkben milyen áldott volt számukra az ének, amit tőle tanultak, amit az Úr csodással működik, de útja rejtve van. Hát ezt jöttem nektek elmondani, és hogy is tároljátok a vers tanulást. Nekem volt 4 füzetem, teleim a versekkel, de a háború viszont elsodorta őket. És most 8 kötetben vannak az Erzsébet testvéri versek, és el kell mondjam azt, hogy most örömmel hallottam ezeket a verseket. Igazán nagyon boldog, mikor Isaszegről jöttünk elő, itt az ajtón megálltunk, akkor szólt a harang. Az Úr megadta, hogy némi kis tévedések folytán, mégis ide jöttünk kezdetben, nagyon boldog vagyok. És azt szeretném mondani nektek, hogy minél több verset tanuljanak a gyerekek, aki pedagógus, az tőjeben a tanításában írja be a váratában most, és ez nem tudjuk, hogy túl kevés, vagy turmezei verset fog propagálni. Én azért most az Úr engem elvitt a nagytartsai óvodába, egy látogatás alkalmával, és akkor jöttem arra rá, és az Úr a szívemre helyezte, hogy gyűjtsem össze azokat a verseket, Erzsébet testvér költészetéből 8 kötetem van, amelyben ezek a témakörök szerepelnek. A gyermek és az Úr Jézus. Az ifjúság, azután híres embereknek ről való megemlékezés, és nagy eszmétről való megemlékezés. Minél több szépet, és a vers, olyan szép a nyelvezete, és akinek jó érzéke van hozzá, és jó az emlékezőtlensége, évekig megölt. Hát most én is elmondok nekik egy verset, bár csak Csonkocska és Karácsony is, de hadd mondjam, hogy is hallgassák meg. Az a címe, hogy a gyertya. Én azt olvastam egyszer valahol, hogy az életünknek mindig karácsonynak kell lenni, az életünk napjainak. Hát halljuk a gyertya című verset. Kis karácsony a gyertya, szép, fehér. Felültörött, talán semmit sem ér. A belén észrevenni már, hogy égett, és én mégsem dolom el, mint semmiséget. Ha majd lángjában is szemem, nem leszek igénytelen, tekintetek sugarát vissza, a szívem századokra vissza, a nagy csodát csodálja újra, és megremeg belé. Magába semmi, félredobnám, de ha zöld fenyőről ragyog rá, a szívem felviszi az égig, és az eget meg behozza hozzám. Még azt elmondom nektek, hogy a tavalyi pedagógus napon a kultúrházban is az Erzsébet testvér egy kötetébe változtam azt a versetet, nagyon régóta is, és szegedi fűsugrás korunkban a egyetemi biblia órán hallottam azt, hogy igen, szóval. Köszönjük szépen, ez a verset nagyon jó pontot tesz erre a mostani szövegre, és még azt szeretném, itt adom a lehetőségnek a címet. Ja, címet, köszönöm szépen. Ha van esetleg valakinek olyan verskívánság, amit én a készülő kötetben fogok beiktatni, el lehet küldeni a címet, és én beteszem, hogy ezt szeretném abban a kötetben látni. Köszönjük szépen. Ha megjelenik majd, akkor Isteni legyen dicsőség. Isteni legyen dicsőség. És áldja meg az egész Erzsébeti gyülekezet minden napján. Hívő, szépet szerető, verseket kedvelő emberre. Erős várni Isten. Erős várni Istenünk. Isten áldja meg én kemény, én vagyok, hogy tetszenek mondani. A cím tehát itt van nálam,
és nekem is nagy meglepetés volt, hogy régen itt volt én. Gyertek,